Sziasztok! Az elmúlt években köszöntött be a Vintage Láz, ennek köszönhetően rengeteg új termék és festési technika jelent meg a magyar piacon. Most egy vadonatúj termékkel fogok dolgozni, ami szerintem szuper, ha antikolásról van szó. Nemrég ugyanis részt vettem a Bondex Vintage termékbemutatóján, ahol kipróbáltam az olajos alapokat és a hozzátartozó arany meg ezüst nagyon különleges vaxokat. Ezt fogom nektek most bemutatni, hogy hogyan működik. Egy három emeletes kis könyvespolcot alakítok át, egy vintage hangulatot varázsolok rajta. Nézzétek meg! Először le kell csiszolni és portalanítani a felületet, de ezzel nem mondok újdonságot, ezt már mindenki tudja, aki követte raklapból barkácsoltam sorozatomat. Utána megadom a bútor alapszínét, ami a fedőfesték és a vax alól fog kikandikálni a végén. Ehhez egy mézsárga trinát unitop festéket használtam, két rétegben vittem fel a polcos szekrénykémre. Ennek a festéknek van egy olajos alapja, ezzel kell először kezelni a felületet, majd száradás után erre kerül rá a vax. Egy sötét szürke olajos alapot választottam ehhez a projekthez, mert ez remek kontrasztot képezett a mézsárga alappal. Ecsetben szárirányba kell felfesteni, és rögtön egy rongyal visszatörölni. Amikor ez is megszáradt, akkor vaxoltam a felületet a teljes vízálló hatás miatt, és így gyönyörű aranyos fényt is kapott a polcom. Remélem, hogy tetszett videóm, ha igen, akkor feltétlenül jelezzétek nekem egy lájkkal, és iratkozzatok fel csatornámra. Nézzétek meg sorozatom első két részét, amikor egy különleges előszobafalat festettem, illetve utána pedig egy nagyon modern és vagány gyerekszobai falfestési trükköt mutattam meg nektek. Írjátok meg kommentben, hogy szeretnétek-e ilyen falfestési trükköket még, vagy bármilyen festési technikát vagy trükköt, hogy mutassak nektek. Legközelebb is találkozunk. Sziasztok, szép kreatív napot!